Önök az ismerős látják, köszöntöm nézőinket, mai helyszínünk Pécsett a Néprajzi Múzeum és beszélgető partnerem Szatyor Győző, faműves mester, akadémikus, a népművészet mestere, a szobrász, szeretettel köszöntelek, és találkozásunk nem véletlen, hiszen a te művészeted mellett most már lassan íróként is számon tarthatunk, hiszen 5 köteted jelent meg, nemrég volt a születésnapod decemberben. Az utolsó 2 kötetről beszéljünk, hiszen még olyan sokat a médiában nem esett róla szó. A legutóbbi az, ami augusztusban jelent meg, ugye az Orbánság szülötte vagy, ott élted le zömében az életedet, és jelenleg is van ott egy műhelyed, de Pécsett is van műhelyed, tudjuk jól, ahol amerre fordulsz, mozdulsz, mindig van ilyen műhely és tevékenység. Ha az ige testé lett, ebben a kötetben úgy tudom, hogy az Orbánságban található református templomok fakazettás belső mennyezetét, tehát a fakazettákat festetted meg, rengeteget. Mennyit pontosan szám szerint, mennyi idő alatt, hogy kerültél képbe ezzel kapcsolatban? Hát tavaly előtt volt a reformáció 500 éves évfordulója, 1517-2017, és a minisztériumból Hopál Péter közvetítésével kaptam egy nagyon szép munkát, hát mivel, hogy ormánysági vagyok, és az ormánságban jellegzetes fakazettás mennyezetű templomok állnak sorba, hogy kellene a reformáció emlékére királykazettát festeni. A királykazetta általában a templom mennyezetének közepén helyezkedik el, és írásos szöveget látunk rajta, a templom építésének az évszámát, esetleg azt, hogy kinek az uralkodása idején épült, vagy kinek az adományozásából épült a templom, esetleg egy ige jelent meg, és körben nagyon szép szokásos díszítéssel. Tehát ez a királykazetta. Na és ennek mintájára terveztem én meg a királykazettákat szintén egy igével, tehát a Bibliából egy nagyon szép igét választottam, minden helyiségnek mást, egy református egyház által használt szimbólumot, és az illető helyiség neve, illetve a dátum szerepelt ezen, és körbe a reneszánsz barokkos rokokos díszítés, amit saját magam által hát kitaláltam, átformáltam végül is. És valóban a Baranya összes templomába, református templomába festettem, határon túli templomokba is, mert hát onnan indult Vörösmarty Csúza környékéről indult a reformáció, és oda is festettem kazettákat, összesen 130 kazettát festettem. Tehát egész évben nekiálltam januárba és október végéig, csak festettem. De számomra ez nem nagy munkát jelentett. Nem is úgy fogalmaznék, hogy munka, ez számomra egy öröm volt, mert sőt, kegyelmi állapot, az alkotás az tényleg egy kegyelmi állapot, hiszen a Jóisten minket tehetséges embernek teremtett erre a világra, akkor nekünk kötelességünk is, hogy ezt a tehetséget nem csak önmagunk, hanem mások számára is kamatoztassuk. És számomra ez a munka tényleg csodálatos volt, mert egész évben a bibliai igék között töltöttem el a napjaimat. Mert amiket én kiválasztottam, illetve nagyon sok prédikátor, lelkész adott néhány nagyon szép igét, szintén a Bibliából kiválasztva, de legtöbben rám bízták, hogy én mit írok föl ezekre a festett táblákra, és én el is gondolkodtam, hogy mit is jelentenek számomra ezek az igék. És én nagyon sokat tanultam ebből. Ez egy nagy meditáció volt, úgymond munka közben, tehát én számomra megszűnt akkor a külvilág, és én teljesen elmerültem ebbe a régi világba, a reformáció idejébe, hogy mik történhettek ott, egy nagy dolgok történtek, ami tulajdonképpen Európa kultúráját is megváltoztatta, befolyással volt, nem beszélve a magyar kultúráról. A mai napig is érződik ennek hatása, sőt, ez jövőbe mutató. Amit akkor ezek a prédikátorok
írásban lefektettek, leírtak, meghatározták a református egyház alapjait, az öt szólát, ez az alap, egyedül a Szentírás, szóla scriptura, egyedül kegyelem által, egyedül hitáltal, egyedül Jézus Krisztussal és soli Deo Gloria, egyedül Isten a dicsőség. Tehát én ezekre is festettem aztán külön kazettákat, ami szintén egy összegzés. És én megtudtam valóban, hogy mi a reformáció lényege, és miért történt ez az egész. Tehát ennek komoly történelmi háttere van, ami a népek kultúrája hatással volt. És rám is hatással volt, mert elindított sok olyan gondolatot, ami számomra fontos volt, mint alkotó ember számára, és fontos volt az, hogy én az ormányságot jobban megismerjem. És akkor én elhatároztam, hogy ezt a nagy munkát valamilyen módon, csak ormányság területére kivetítve, egy kis könyvben meg fogom jelentetni. Kis Géza az ormányság monográfiájába 45 községet ír le, ez tartozik az ormánysághoz, és gondoltam arra, hogy megkérem Mánfai György fotóművész barátomat, hogy az ormánysági templomokat fotózza le, és a legfőbb adatokkal ez belekerült a könyvbe, és hozzá mellé a festett kazetták, és az ige teljesen ki lett bontva, mert hiszen a kazettára az igének csak egy részét írtuk, és akkor az evangéliumokból a könyve benne van az ige teljes kibontása. Így állt össze ez a szép kis kötet, Ecclesia Semper Reformanda, az Ecclesia mindig reformálandó, és három szép írásom van benne, töredékek ormánság históriájából, az értékőrző templomok, és hát az ige testélet, ami arról szól, hogy számomra mit jelentettek az elolvasott igék. Számomra nem csak a idézőjelben mondom, hogy csak szó, tehát nem csak ez a kézzel végezhető kézi iparművészet, faművesség fontos, hanem az is, hogy ugye írjál. Több könyvet jelent meg, az elején említettem, hogy öt kötetnek a tulajdonosa vagy. Mi ez a fajta késztetés? Eredetileg én úgy tudom, te tanárember voltál. Igen, földrajz rajzszakosként végeztem 72-ben a pedagógiai főiskolán, a Pécsi Pedagógiai Főiskolán, de én már akkor nagyon komolyan foglalkoztam a néprajzi dolgokkal, sőt, tehát én újságíró stúdiót is végeztem, mert az írás, az irodalom az mindig érdekelt, és hát újságcikkeim jelentek meg akkor a Dunántúli Naplóba, írtam művésztelepekről, képekről, könyvekről. Tehát én már akkor megpróbáltam az írás szépségét. Tüskés Tibor nevét fogom megemlíteni, ő egy szellemi atyamesterem volt, és olyan formán tanítóm is, hogy ő azt mondta, hogy úgy írjál, ahogy faragsz, tehát a fölösleget hánzs le róla, tehát hogy a szoborba, ami a lényeg meglátszik, az írásba ugyanúgy tükröződjön. Én Tiborral úgy ismerkedtem meg, hogy írtam egy szép könyvéről, a Nyárerdő kakukk, ami az ormányságról szól. És egyszer a valóságba vonattal hazautazva, kezembe vettem, elolvastam, és a könyvlapjain is hazautaztam, és édesanyám akkor pont kenyeret sütött. Tehát ez olyan hangulati töbletet adott az én lelkemnek, hogy csodálatos volt, és amikor visszaérkeztem Pécsre, akkor nekiálltam és leírtam. És ez meg is jelent, ha jól emlékszem, 1973 tavaszán egy Linó Metzetemmel, a Békés Sándor volt akkor a főszerkesztő, megmutattam neki, azt jövő vasárnap megjelenik. Én nagyon örültem neki. És akkor rá egy hét múlva Tiborral, mert Tibor már kereste, hogy ki ez az ember, aki az ő könyvéről tényleg nagyon szépet írt, ő így fogalmazott, és azóta tart a barátság, illetve tartott, hát szegény Tibor már 10 éve sajnos meghalt. Én nagyon sokat tanultam tőle, tehát az írás,
tulajdonképpen számomra ugyanolyan fontos, mint ha valamit lerajzolok, festek vagy megfaragok. Ez az önkifejezésnek, illetve az, hogyha az embernek van gondolata is valamilyen formában ki akarja fejezni, ez ugyanolyan. Tehát nem késsel faragom meg, hanem tollal leírom szép tiszta papírlapra ezeket a gondolatokat, és aztán azt is lehet csiszolni, mert hát javít rajta az ember stilisztikailag, mert hát a magyar nyelv valóban gazdag és csodálatos, úgyhogy hogy úgy mondjam, ugyanolyan örömömet lelem az írásba, mint a művészet akár más műfajába, a rajzolásba, a festésbe, vagy a faragásba. Úgyhogy az első könyvemet még Tarján Gábor néprajzos biztatott, hogy hát te faragsz, akkor írjál már egy ide vonatkozó könyvet. A Faműveség című könyvet akkor írtam meg, és én tanultam belőle legtöbbet, mert rengeteg olyan szakirodalmat el kellett olvasni, ami ezzel a világgal kapcsolatos. Én gyermekkoromban is műhelyekben nőttem föl. Az más kérdés, hogy én a játszó társaimmal eljártam erdőbe legelőre, madárfészket kiszedtünk, úgy, ahogy egy falusi gyerek szokta, meg páramáztunk, de én legtöbbször a műhelyekben voltam. A rokonságomban volt asztalos és bognármester, a műhelyek nekem állandó olyan szinterek voltak, ahol a kíváncsiságomat ki tudtam elégíteni, és meg is próbálhattam a fafaragást, a szerszámok használatát, a faanyagokat megismertem. Na és nekem nagyon tetszett a Kovács műhelyek világa is, úgyhogy én nekem a műhelyek azok egy varázslatos helyszínek voltak, és akkor én valóban összeszedve a szakirodalmat, meg saját gondolataimat hozzátéve megírtam ezt a Faműveség című könyvemet, aminek nagy sikere lett, minden első kiadás, még a mezőgazdasági kiadó adta ki, aztán, ha jól emlékszem, 1986-ban, azóta már két kiadást megért, de már tervezik a harmadik kiadást, mert mindenki keresi, aki ebben a faműveséggel foglalkozik, és tankönyv lett, tehát ebből tanítanak is. Én ennek nagyon örültem. És hát tervezem ennek a folytatását is, félig meddig készen is van a faépítészet, ami egy fantasztikus nagy terjedelmű könyv lesz majd, mert rengeteg olyan forrásanyag van, főleg erdélyi vonatkozásba, meg hát kárpát-medencei vonatkozásba, amit röviden, egyszerűen le kell írni, hogy az emberek tudjanak róla, és a különböző szakmai fogásokat, hogy hogyan épült például egy fatalpa szerkezetű ház, és a házhoz tartozó különböző dolgok, például a kapu, a kutházak, a gazdasági épületek, a fatalpa szerkezetű disznól, pajta, esetleg kukoricagóré. Úgyhogy hát lesz még ebben munka, de mondom, már elkezdtem, és talán majd sikerül is befejeznem. A második kötetem volt, amikor 60 éves voltam az ormánság vonzásában. Három helyen is volt életműkiállításom, itt Pécsett, és a megyei önkormányzatnál voltam akkor én már bizottsági elnök, és a Hargita János elnök úr hát elég nagy összeget adott a könyv megjelentítésére, meg hát összegyűjtöttem szponzoroktól, és akkor jelenleg az ormánság vonzásába. Itt tulajdonképpen ebbe a könyvbe minden olyan fajta vonatkozás le van írva, ami engem az ormánsághoz köt. Egy életműtörténet, sok írásom is megjelent ebbe, és a rólam szóló írások. Tehát a Makovec Imre, a Csete György, András Oliver Talan professzor, Kistelegdi István, Tarján Gábor írtak ebbe, és nagyon szép írások, aminek én nagyon örültem. Tehát egy komoly kis életműkönyv jött akkor létre. A harmadik kötet, az ormánsági művésztelep, az életemnek egy nagyon szép része, hiszen 14 évig az ormánság alapítványnak én voltam a vezetője, illetve az egész művésztelepnek én voltam a szervezője,
Évi rendszerességgel összejöttünk olyan 14-15-ten kollégáimmal, tehát ebben voltak grafikusok, festők, faszobrászok, és nemzetközi vonatkozású volt ez a művésztele, mert határon túli magyarokat is hívtunk, sőt, hát külföldi művészeket, akik nem is nagyon tudtak magyarul, mondjuk angolul beszéltek. És 14 évig rendszeresen működött ez, nagyon sok szép alkotás létrejött akkor, tehát grafikák, festmények, szobrok, amit a Selyei parkba állítottunk föl. Sajnos azóta már eltávolították ezeket a szobrokat a park rekonstrukciója miatt. Úgyhogy az a nagy álom, hogy Európa egyik csodálatos ilyen szoborparkja létesüljön, az csak 14 évig állt fönn, utána nem nagyon sikerült tovább éltetni ezt. Az ormánysági művésztelep 14 évét, én hála Istennek olyan ember vagyok, hogy mindig magam körül szeretem a rendet, eltettem minden ide vonatkozó programot, újságcikket, tehát volt miből gazdálkodnom, és valóban egy szép könyv született ebből, közel 70 művészt érint. A negyedik kötetet pedig itt van a kezemben, Hagyomány Mesterség Művészet címmel, ez 2017-ben jelent meg, és ennek viszont már számos fotóművésze volt. Ebben mit dolgozol fel ebben a kötetben? A kézművesség dicséretéről van benne szó röviden. Mi minden található ebben? Amikor 70 éves, hát bekerültem én a Magyar Művészeti Akadémiára, és ott általában a kerek évfordulókon valamilyen módon megszólítják a művészeket, és vagy filmet készítenek róla, vagy támogatják az ő életmű könyvét. Hát nálam is ez történt. Jeleztem, hogy én egy nagyon szép könyvet szeretnék összeállítani a munkáimból, és erre az akadémia komoly pénzt adott, és a Pro Pannonia kiadó Szites Gábor szerkesztésével hát készült ez a nagyon szép könyv valóban, ami tartalmazza a szakmai életrajzomat, rólam szóló írásokat. Dr. Bánszky Pál nagyon szépen méltatta az én életművemet, hiszen fiatal korától ismert ő engem, és nagyon szépen, következetesen leírta, hogyan jutottam el én ide. És tényleg bele tudtuk tenni a grafikai sorozataimat, a kisebb szobraimat, a nagyméretű alkotásaimat, játszóterektől kezdve a kilátókon át, a köztéri nagy szobrok, azok mind bekerültek. Tehát ez egy komoly áttekintés arra, hogy én tényleg mennyit dolgoztam. És amikor úgy össze is állítottuk, tényleg csodálkoztam, hogy Jézus Mária, tényleg sokat dolgoztam. De hát én ilyen munkamániás vagyok, tehát én szeretek dolgozni a mai napig is. Úgyhogy én örülök, hogy ez a, valóban ez a könyv megjelent, és remélem, hogy nem lezárása az életművemnek, mert hiszen még nagyon sok ötletem, tervem van, hogy lesz ennek még folytatása, és még sok szép alkotást tudok majd létrehozni. De elhatároztam, hogy amit lehet, én leírok mindent. Tehát már töröm a következő könyvön, bár írok most egy nagyon érdekes könyvet, mert 23 éve szőlészkedem, borászkodom, és elhatároztam, hogy én ezt a világot is valamilyen módon megírom. Tehát nem úgy írom meg, ahogy Hanvas Béla, vagy Márai Sándor írt, egész máshogyan. Én egy kicsit alkotó szemmel, az a címe, hogy Jó barátok boros könyve, gondolatok a szőlőről, borról, barátságról. És nagyon-nagyon sok történetet mesélek én el ebbe, hogy a szőlő és a bor kapcsán kivel is, kikkel ismerkedtem meg, tényleg híres borászok sorát fogom majd idézni. Aztán, hogy mi az, hogy barátság egyáltalán, ennek a filozófiai háttere, ez hogyan valósul meg a gyakorlatba. Ez nagyon érdekes, amikor ezen elgondolkodtam, és próbáltam leírni, megfogalmazni, meg egy-két olyan analógiát is beletettem, hogy
másoknak erről mi a véleménye. Tehát van ilyen kis ütköztetés is, vagy az én filozófiai leírásaimnak, gondolataimnak van támogatása is, hogy jól gondoltam én ezt. Szóval egy szép színes kis könyvet szeretnék, de lesz benne szakma is, mert lesz ebbe történelem, irodalom, néprajz, népművészet. Tehát egy kicsit olyan kis enciklopédiát állítottam össze. Elsősorban magamnak, én ezt le is írom az előszóba, hogy ezt magamnak írom, de hozzám hasonlóan gondolkodó emberek is ebből rengeteget tanulnak, főleg Baranya vonatkozásában olyan adatokat sikerült összegyűjtenem, és rengeteg szakirodalmat elolvastam a néprajzi lexikonoktól kezdve mindent, ami a szőlővel, borral foglalkozik, rengeteg tanulmányt átolvastam, és természetesen őket idézve én, ami számomra lényeges, azt beleteszem az én könyvembe is. Tehát összeszedtem mindent, ami ezt a világot valamilyen módon tükrözi. Te egy rendkívül sokoldalú, színes, Isten áldotta személyiség, tehetség vagy. A faművességhez, szobrászkodáshoz viszont fizikai energiára is szükség van. Sportoltál-e, sportolsz? Hogyan teremted meg ezt magad számára? Igen. Hát én annak idején nagyon vékony, dongájú fiatalember voltam. Tényleg 50 kilóval vonultam be katonának. Fülem hallatára vitatkozott ott két orvos, ő mondja, elvigyük, ne vigyük. Á, jó lesz szakszolgálatosnak. De szerencsére én csak 11 hónapig voltam ilyen előfelvétel és egyetemi ezredbe, Hódmezővásárhelyen, és szerencsém volt a 3 hónapos alapkiképzésen, túl aztán egy politikai tiszt mellé, Máté Őrnagy mellé bekerültem, és csak kulturális dolgokkal foglalkoztam. Tehát ott én rajzoltam, festettem, faragtam, szobrokat készítettem, és jó volt. Tehát elmúlott ez a 11 hónap, akkor megfogadtam, hogy többet ide nem jövök. Rá a következő évre már Mártéi művésztelepen részt vettem, ami 25 évig tartott. Tehát nagyon szép vidék, valóban Szeged, Hódmezővásárhely környéke. És amikor én eljöttem onnan, akkor már egy kicsit fölhíztam, a sereg az egy kicsit fölhízlalja az embert, és megbetegedtem. Sajnos művésztelepen megfáztam, 2 tüdőgyulladásom volt egy évben, és aztán másodéves főiskolás voltam, így ősszel gyenge voltam, levert voltam, és tudtam, hogy valami nem stimmel, de nem nagyon foglalkoztam én az egészségemmel akkor. Akkor is klubtitkár voltam, grafikai műhelyt szerveztem, tehát én ilyen aktív szervező ember voltam már akkor is, és rajzoltam, festettem, meg mindent csináltam, ami művészettel kapcsolatos. És akkor elmentem az orvoshoz, és mondta, hogy hú, hát ezt ki kell vizsgáltatni, mert egy tanárember nem lehet tüdőbajos, tehát nem taníthat. Én akkor nagyon megijedtem, hogy úristen, és fölküldtek a szanatóriumba, és ott kivizsgáláson vettem részt, de szerencsére kiderült, hogy semmi fertőzés, lábon kiortam 2 tüdőgyulladást. És akkor soha nem felejtem el, Pilaszanovics Virénke néni volt a könyvtáros, és sokat bejártam oda olvasni, mert én imádtam mindig olvasni, és a főorvos ajánlotta nekem, hogy jogázzak. Tehát erősítsem a tüdőmet pranájáma gyakorlatokkal, lélegző gyakorlatokkal. És a könyvtárba Virénke néni előkeresett nekem egy könyvet, ami jógáról szólt, egy bolgár szerzőpáros volt, de hát én elolvastam, nekem kínai volt, le is tettem, nem foglalkoztam vele. De bennem volt, hogy valamilyen módon meg kell változtatni az életemet, az, hogy én ne legyek beteg ember. Tehát ez elhatározás kérdése. És reggelenként a kollégiumban láttam, hogy egy fiatal ember, Stemler Jancsi, évfolyam társa, minden reggel 5:30 felé hóna alatt egy ilyen pléddel megy a konyhába, főző konyhába, a tanuló mellett volt, és jógázik, illetve gyakorlatokat végez. Akkor én megszólítottam és elmondtam, hogy mi az én problémám, és ő adta a kezembe Selva Raja Yesudian Sport és Joga című könyvét, amit én elolvastam, számomra nagyon érthető volt, és 1970. február 8-án reggel 5:30 elkezdtem jógázni. Ez nagyon sok időbe tellett, mert én
mindig minden reggel fél öt, öt órakor fölkeltem, és jogáztam 3-7 hétig. Délután is még végeztem a gyakorlatokat, tehát én több száz gyakorlatot megtanultam, megtanultam a figyelemkoncentrációs, meditációs gyakorlatokat, az autogén tréninget, nem beszélve a hatha jóga különböző gyakorlatairól. És én azóta egyfolytában művelem, sőt, hát majdnem 10-12 évig, ha jól emlékszem, a Mátyás Király utcai általános iskola tornatermébe tanítottam is a jogát. Hétfőn, kedden volt két-két csoportom. A számomra azért volt jó, mert amit én másoknak megfogalmaztam a jóga kapcsán, az egészséges életmóddal kapcsolatosan, az önmagamnak is megfogalmaztam, tehát önszuggeszió. Mert ha én másoknak hazudok, akkor önmagamnak is hazudok. És én ezt soha nem felejtettem az életembe, hogy mindig az őszinte, igaz szó az a legjobb dolog. Tehát az egyenes út, a gerincesség, a becsületesség és a joga gyakorlatok révén ezt valóban megtanultam, mert a mai napig is elvégzem a gyakorlataimat, most már nem annyit, mindig azt szoktam hasonlítani, ha van egy leromlott állapoti, összetört hegedű, az nagyon sok idő, mire újra helyrehozzák. De ha már helyrehozták ezt a hegedűt, akkor csak kis finom hangolás kell ahhoz, hogy újból szépen szóljon. Ugyanígy van az emberi testtel is. Tehát oda kell eljutni, hogy a test és a lélek harmóniája, tehát fizikálisan bírja az ember, ne hagyja ellustulni magát, és hát nálam a faragás, a faszobrászat, meg kemény fizikai munka. Én több erdőnyi fát megemeltem, megfaragtam, és bírtam, hála Istennek. Most, hogy elmúlottam már 71 éves, most is még faragok, de most már nem emelek akkorát, mert nem szabad. Tehát tudom az én korlátaimat, tehát a mérték az nagyon fontos, hogy nekem mennyire szabad. Tehát túl erőltetni, túlzásokba esni nem szabad. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jó egészséget kívánok, nagyon sok könyvet, sok alkotást, faművességet, grafikus munkákat. És akkor elbúcsúznék az Ormánság teremből, hiszen mi a Néprajzi Múzeum Ormánság teremében tartózkodtunk, ami nem véletlen, ugye ez kiderült a beszélgetésből is. Kedves nézőink, önök az ismerős látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!